Köszönöm, hogy ilyen sokan úgy gondolták, hogy ma ezzel a témával közelebbről is megismerkednének, és engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy semmiképpen nem kívánok a jövőbe látni, de azért szeretném azt az ívet felvázolni, ahogy a gépek, automaták, robotok, ahogy napjainkban nevezzük őket, fejlődtek, kialakultak, hősi múltjuk van, hiszen több száz évre visszamenő történetük van, és egy picit talán a jövőbe nézve, bár egyáltalán nem pessimista módon, mint ahogy ezt sokan lefestik, szeretném önöknek ezt a szép új világot felvázolni. A mai előadás tartalmában első körben a gépek és automaták történeti bemutatását terveztem, majd egyszer csak ugye az a történelem során megjelenik a robot. A fejlődés folytatásaként rengeteg alkalmazás jelenik meg, majd ismét időrendben eljutunk egy olyan pontra, amelyet érdemes külön is megnevezni, és ez a robottörvények, illetve azok jelentőségének a pillanata. Majd ebből levezetve megvizsgálnánk azt, hogy tulajdonképpen, amit ma a robotháborúnak a sajtó rengeteg írásában a 21. századi hadviselés jövőjének apostrofál, illetve mi magunk is robothadviselés néven az idén 16. alkalommal rendezünk tudományos konferenciát, és most már itt az ideje elgondolkodni azon, hogy tulajdonképpen viselhetnek-e egyáltalán hadat a robotok. Néhány jelentős filmre szeretném felhívni a figyelmüket, mint a véleményformálás egyik eszközére, hiszen a tömegmédia óhatatlanul befolyásolja az emberek közhangulatát ebben a témában is, és a végén megvizsgálnánk, hogy merre is tart a világ, amelyet ha szeretnénk, hanem már a mi életünkben is bizony meg fogunk tapasztalni. És a legvégén a drámai befejezésként a fenyegete a szingularitás bennünket kérdést járjuk egy picit körbe. Kezdjük akkor ott a történetet, ahogy szokták kezdeni sokan, hogy már az ókori görögök is. Hát ókor idején már Héron automatájának vázlata fennmaradt, aki tekintélyes mennyiségű ilyen és ehhez hasonló szerkezetet alkotott, de Cresibios, Philon, még rajta kívül több ilyen akkori fizikai ismereteik alapján a zárt terek, a túlnyomás, a folyadékok szintingadozása és egyéb más jelenségeket kihasználva hoztak létre ilyen automatát, mint amit itt is láthatunk, egy sárkányt püföl éppen egy figura, és ez a működtető energiát a vízből, illetve a túlnyomásos terekből veszi. A fennmaradt írások szerint az ókorban Héron színházi előadásokra is készített eszközöket. Itt például egy úgynevezett automata színházi berendezés látható, amely guruló kocsikkal, tartályokból átömlő búza segítségével, egyensúly változtatással, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy már a programozás első megjelenését itt találjuk, amikor egy hengerre felcsévélt fonál segítségével, vagy kötél segítségével, tüskékkel ugye menetirányt tudtok váltani, és ezzel, illetve a búza mennyiségével időzíteni ezeket a szerkezeteket. Tehát a külső szemlélő számára látszólag ezek önállóan működtek, és ez valami csodálatos megjelenés volt. Legalábbis a nagy többség számára teljesen érthetetlen, és ez tulajdonképpen ennek az egész robotikának a lényege majd mindvégig a története során, hogy a külső szemlélő számára teljesen érthetetlen, és valami csodálatos módon fognak működni. Leonardo da Vincit szokták a következőnek említeni, aki egy úgynevezett androidot
épített, a fennmaradt írások alapján rekonstruálták, ugye az ő biológiai, orvostudományi kísérletei, tanulmányai során tanulmányozva az izmok, az inak működését, ezeket kerekekkel, húzalókkal, rudazattal leutánozva épített egy emberszabású, emberformájú figurát, amely majd ezt is látni fogjuk a történelem folyamán, visszatér az ember megformálása, tehát az androidok, mint az ember formájú, mesterségesen megépített lények jelennek meg. De nem csak emberben, hanem egy fennmaradt írás szerint egy oroszlánt is épített. Ez a mechanikus oroszlán, ez látszólag ugye magától közlekedett, és ugye 1500-as évek elején egy oroszlán, amely egy csokor virágot át tud nyújtani valakinek, ez egy egészen elképesztő műszaki teljesítmény is volt. A másik nagyon fontos jelenség a mesterséges figura létrehozása, tehát az emberhez hasonló, a holt anyagnak életet adva valamilyen élőlény teremtése. Ez a gondolat, ugye, hát ez a középkori, meg a későbbi idők Isten kísértései voltak, tehát, hogy az ember teremt, és ezzel magát valamilyen isteni hatalommal ruházza föl, ez mindvégig tulajdonképpen jelen van ebben a történetben is. Itt ezen a képen a gólem, ez egy héber szó, egy alaktalan, idomtalan tömeget jelent, amely varázsigék segítségével teljesített különböző feladatokat, és a zsidó folklór szerint ez az 1500-as évek felé egy rabbi építette meg. A maradványait ma még a prágai zsinagóga őrzi a mai napig. Természetesen nem tudjuk megmondani, hogy ebből mi volt igaz, mi nem, de a lényeg az, hogy feltűnik a figura, feltűnik az a szándék, hogy élő szervezetet, élő figurát hozzon létre az ember. Ezt a középkori alkimisták is sokan megpróbálták, és ugye ez a homunculus azt jelenti, hogy tisztán kémiai eljárással laboratóriumban előállítani embert. Hát rengeteg fennmaradt írás, rajz és egyéb utal arra, hogy ilyen kísérletek történtek, de hát a mai eszünkkel természetesen ez hasonlatos mondjuk az arany készítéséhez, amit szintén óriási erőkkel kerestek az alkimisták. A mesterséges figurák megépítését, a finom mechanika megjelenése az 1500-as években, a finom mechanika, az óraművesség, a különböző precíz szerkezetek megjelenése rendkívül módon elősegítette, és volt egy olyan nagyon fontos kulcslépés, amely a figurák mozgatása során segítette ezeket a konstrukciós munkákat, ez pedig a rugónak a feltalálása, és az erőnek a rugóban való eltárolása, majd ennek valamilyen csiga, vagy egyéb más húzal segítségével történő visszaalakítása mozgatta ezeket a figurákat. Ezek is inkább csak a gyönyörű órákhoz hasonlatosan egyfajta mechanikai csúcsteljesítménynek, a gazdagok szórakoztatására, a különböző ilyen dísztárgyak készítéséhez hasonlatosan egyfajta ilyen technikai divattá vált, és ezekre komoly megrendelések is voltak. A fennmaradt írások szerint és a megmaradt modellek alapján Vukanzon készített például egy működő kacsát, amely itt a baloldali ábrán látható, meglehetősen nagy és bonyolult programtároló szerkezetének segítségével viszonylag szinte teljes életfunkcióit tudta teljesíteni, vagyis evett, ivott, sőt még az emésztés folyamatait is tudta modellezni, tehát végterméket is produkált, vagyis a külső szemlélő ismét látott egy olyan szerkezetet, ami valamilyen csodálatos módon általa teljesen érthetetlen módon működött. A hangszerek
fejlődése és ezeknek a különböző mechanikus figuráknak az egyesítéséből jöttek létre aztán olyan zseniális kis szerkezetek, amelyek ugye mai napig megmaradtak, mint például ez a Bukanzon fuvola játékosa, amelyikben valódi síppal, valódi légvezetékekkel, mai gondolatvilágunkkal tulajdonképpen teljesen érthető módon síppal állított elő hangokat, a levegő termelést pumpákkal biztosította, és az egész rendszer mozgatását pedig egyfajta hengeren tárolt program biztosította. Tehát megint ugye megjelenik a program, vagyis ez az, ami alkalmassá teszi arra, hogy például a zeneszámok különbözőségét ugye át lehessen állítani, és ennek köszönhetően ez is mintegy 11 különböző melódiát tudott eljátszani. A mai napig működő ilyen automata bábszínház, tehát azt mondhatnánk, hogy egyfajta mechanikus játszótér, az a videón is az interneten megtekinthető Heilbrunni színpad, ahol mintegy több mint 110 mozgó bábú és 140 mozdulatlan bábú egyfajta élőképet plusz zenét szolgáltat. Tehát ez is nem lehet tudni, valószínűleg valakinek a megrendelésére készített installáció volt. Hasonló problémával, mint például egy boríték megcímzésével találkozhatunk ebben az íróautomata megvalósításban, amely a mai napig működőképes és a Bécsi Műszaki Múzeumban ki is van állítva. Knaus íróautomatája, amely bizonyos átállítások után más címzések megtételére is alkalmas volt, és ez a kis figura tollal megcímezte az adott borítékot. Más ilyen íróautomatákat is készítettek, amelyek ugyanezt a funkciót látták el, de mondom, ezek mind-mind a finom mechanika akkori korabeli csúcsainak tekinthetők, és a mozgatásuk egyfajta mechanikai, finom mechanikai csúcs teljesítmény volt, hiszen ezt rudazattal, húzalokkal leprogramozni, hogy mit írjon ez a szerkezet, ez akkor is igen csodálatra méltó. Zenélő lányfigura a következőképpen szintén ebből az időszakból. A húzalok és egyéb más kódoló szerkezetek egy speciális példáját fejlesztette ki Joseph Maria Jacquard, akinek a neve ugye a textiliparban vált híressé, és ő mutatta be ezt az első olyan szövőszéket, amely az emberi munkát váltotta ki, tehát a kézi szövés nehéz, bonyolult és monoton folyamatát váltotta ki, hát mai szóval úgy mondanánk, hogy gépesítette. Ezekkel a lemezekkel, tűkkel, húzalokkal, fonalakkal mozgatott szövőszéke meggyorsította, és tulajdonképpen, hát amíg el nem romlott, vagy el nem szakadt valami, addig hibamentesen ezt akárhányszor is végre tudta hajtani. Tehát azt is mondhatnánk, hogy ez most már valahol a mai fogalmaink szerint hát egyfajta automatának tekinthető, mert hogy egy adott feladatot nagyon sokszor azonos feltételek között el tud végezni. Időben tovább haladva szintén egy jelentős múzeumi megőrzött példány maradt, egy trombitás, amely hát a hátán látható nyíláson keresztül láthatók a program tárolására alkalmas szerkezetek, plusz a húzalok, a rugózat, és ez is játszott egy zeneszámot. Itt oldalt alul látható az a kurbli a jobb alsó sarokban, amely segítségével ezt a figurát felhúzták. A finom mechanika fejlődése elvezetett oda, hogy felmerült
a matematikai problémák megoldásának lehetősége, és Charles Babbage az, aki tulajdonképpen az informatika történet első olyan jelentős figurája, aki matematikai feladat, tehát ennek a kibonó gépnek a megoldására képes volt, átlátta ennek egyrészt a matematikai, másrészt a mechanikai megvalósítási problémáit, és valóban működő példányt hozott létre. Az informatika történet tehát egyfajta mérföldkőhöz érkezett, hiszen most már majd az univerzális számítások, az egyszerűre visszavezetett, de most már univerzális számítások irányába is megnyílik az út. Ugye 1800-as évek közepe, vége felé járunk, és feltétlenül meg kell említeni ebben a rendben Nikola Tesla nevét, aki pedig egy olyan technikai innovációt hozott ebbe a történetbe, amely még abban az időszakban, amikor igazán rádióról alig-alig beszélhetünk, talán az első kísérletek fázisában járunk, akkor Nikola Tesla szabadalmaztatott egy hajót, amelynek a szabadalmi leírásából egy kép itt látható. Itt a vizen úszó hajót a partról egy rádió távirányító berendezés vezérli. Tessék megnézni, 1898-ban rádió távirányító eszköz, egy szerkezet, amely valamilyen funkciót végez, és egy ember, aki őt, amit rádió távirányítással távolról befolyásol, a feladat végzésében irányít, parancsokat ad. Tehát olyan ponthoz értünk, amikor ugye a mechanikus szerkezetek most már eltávolodva az üzemeltetőtől a rádióhullámok segítségével válnak képessé arra, hogy a feladataikat parancs útján hajtsák végre. És időben, ha tovább lépünk, elérkezik 1922, amikor is megjelenik a robot. A robot szó nyelvtani, irodalmi, nyelvtörténeti elemzése valamikorra, a középkorra visszavezethető, illetve a szláv nyelvekben a munka, a rabóta szóból eredően azt is mondhatnánk, hogy évezredek óta ismert, azonban erre a célra, erre a feladatra, erre a figurára a robot szó ekkor jelenik meg, amikor Karel Csapek a Rosszum univerzális robotjai című nagyon rövid, mint egy kis könyvben 70 oldalnyi terjedelmű színdarabjában először elnevezi azt a mesterséges lényt, amely egyébként még nem hasonlít semmiben az itt korábban látott mechanikus szerkezetekhez, ellenben az ő elgondolása szerint abszolút humanoid, tehát abszolút az ember formájú, emberszabású, szinte megkülönböztethetetlen olyan lény, amelyet ő ebben a színdarabban egyfajta biológiai gyártó soron valamilyen titokzatos anyag segítségével gyári körülmények között állított elő. És erre a figurára ugyan először még a labor kifejezést akarta használni, de a testvére instruálására végül is a robot szó mellett döntött, és ez az a pillanat, amikor tól magát a robot fogalmát arra irányítjuk rá, ami tulajdonképpen a feladat végrehajtására alkotott szerkezet. Ez a színdarab egyébként nem túl pozitív kicsengéssel végződik, hiszen Csapek 70 oldalon már le is vezette az, hogy ez a mesterséges lény, amelyet az ember előállított, először a saját munkájának a megkönnyítésére, a saját életének az egyszerűbbé tételére, az emberek kiszolgálására teremtettek, alkottak, gyártottak nagy sorozatban, majd ezek a humanoidok
végül is dologtalanná tették az emberiséget, annyira dologtalanná, hogy már a faj fenntartásra sem jutott elég energiájuk, idejük, illetve unalmukban már erre sem volt kedvük, és ki is haltak. Tehát gyakorlatilag a végén kipusztul maga az emberiség, tehát ez nem egy pozitív kicsengés, talán egy kis vigasz, hogy közben az egyik szereplő megsemmisíti a titkot, ahogy ezt a mesterséges anyagot, azt a titokba tartott komponenst gyártják, tehát a robotok is gyakorlatilag elpusztulnak. Hát ezen a vonalon azért megpróbálunk egy kicsit pozitívabban tovább menni, és megjelennek a 20-as években azok a figurák, amelyeket a különböző barkácsoló kedvű fejlesztők, mérnökök építettek. Ugye először még 28-ban egy Erik névre hallgató ilyen villanyember maradt fenn a történetírásban, majd egy magyar kutató, barkácsoló kedvű mérnök, Tarján Ferenc építette meg Dr. Motort, akit egyébként a budapesti Korvin áruházba is bemutattak annak idején, de hát az volt a szépséghibája a dolognak, hogy egy távoli helységből vezérelték, tehát igazából azt a ember alkotást, illetve azt a mindentudó embert, amelyik számolt, beszélt, ezt távolról egy izolált helységből vezérelték. A később hatalmas robotokat kezdtek építeni, itt ez az Alfa nevű robot, mindenféle vicces tevékenysége mellett még célba is tudott lőni egy revolverrel, amit egyébként rendkívül pontosan végzett, hiszen egy mechanikai szerkezet, ma ugye úgy mondjuk, hogy a beállási pontossága okán precízen eltalálta a céltárgyakat. A 30-as években a Westinghouse is épített hasonló robotot, és maradt fönn róla feljegyzés. Ennek a robotnak az volt a funkciója, hogy hangutasítások segítségével, amelyeket telefonvonalon kapott, a New York-i felhőkarcolók vízellátási rendszerében, mint egyfajta kisegítő személyzet dolgozott, figyelt a vízszintet, bekapcsolta a szivattyúkat, ami szükség volt rá, és telefonhívásra tudott néhány mondatot mondani, ami a vízvezeték rendszerre vonatkozott. Hát nem maradt fönn róla különösebb leírás, hogy miért is bocsátották később aztán el. A 39-es világkiállítás sztárja volt ez a beszélő, számoló és hát eléggé nem ítélhető módon még dohányzó robot is, amelyről aztán persze szintén kiderült, hogy egy távoli helységből, távol a nézőktől születtek meg azok az eredmények, amelyeket a matematikai példák eredményeképpen végül is a nézősereggel közölt. De minden esetre megint csak megjelent a robot, az a gépember, amely valamilyen feladatot oldott meg, és hát a külső szemlélők számára ez megint csak csodálatos volt. Ennek a robotnak volt egy kutyája, Sparko, amelyik különböző szenzorok segítségével tudott a hangokra és a fényre reagálni, és hát a feljegyzések szerint egyszer szegény úgy végezte, hogy egy autó lámpája irányába elindulva elütötte ez az autó, és így ért véget a kutya karrierje. De már ebben a modellben is azt lehet mondani, hogy a külső világgal való kapcsolat elemeibe felsejlik. Most egy kicsit a történetén idáig eljutva feltetnék azt a kérdést, hogy tehát akkor mit is tekintünk robotnak? Ugye láttunk gépeket, mechanikus szerkezeteket, az valószínűleg, hogy értjük, hogy nem, vagy nem értjük, hogy hogy működik, ez nem lesz kritérium, és a mai definícióink szerint
bár minden definíció kicsit sántít, és biztosan vannak rá ellentétes példák. Egyelőre mondjuk azt, hogy a robotnak azt tekintjük azt a szerkezetet majd, amelyben nincs ember a fedélzeten. Éppen ezért nem említeném itt meg Kempelen farkas sakkozó gépét, amely nem tekinthető robotnak, még ha többen úgy is vélték akkoriban, hiszen volt ember a fedélzeten. Az ember számára veszélyes, nehéz, monoton vagy megoldhatatlan feladatot hajt végre. Hát ez lenne a lényeg. Tehát nem szeretnénk kézzel kiszedni az atomerőműbe a lehullott rádióaktív elemeket. Nem szeretnénk a vulkán szélén állva mérni a hőmérsékletét a mérgező gázok között, tehát szeretnénk olyan gépeket alkotni, amelyek ezeket mind helyettünk elvégzik. Vagy akár a Marson járnak helyettünk, mert ott nekünk egy darabig még ugye nincs helyünk, rendkívül durva éghajlati, hőmérsékleti, sugárzási viszonyok között, tehát ezt is, vagy a mélyűr utazásban sem kívánunk a Voyager szonda fedélzetén ülni, és soha vissza nem térni, hanem évszázadokig egy irányba repülni. A műveleteit, és majd itt lesz aztán a nagy vonalhúzás tulajdonképpen egy másik szempontból, tehát ember alkotta mechanikus szerkezetek, kódolt utasítások, ugye már ez a hengerre tekert fonal is egyfajta kódolt utasítás, és innentől kezdve a számítógépig mindenféle ide tartozik, programok, ez most már abszolút a számítógépek világa, vagy pedig ezen túlmutatóan a mesterséges intelligencia fogja irányítani. És majd a mesterséges intelligenciára a vége felé szeretném ráirányítani részletesebben a figyelmet. Az irányítási rendszerei szerint egyesek csak a teljesen autonóm, mások az ember által távvezérelt eszközöket is robotnak tekintik, és erre majd mutatok itt nagyon sok példát. Nem lehet igazán éles határvonalat húzni. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a legegyszerűbb és a legkisebb beleépített intelligencia az még az, amikor az ember távirányítja ezt az eszközt, de már a korábban látott feladatukat oldják meg. És amikor már az ember egyáltalán nem nyúl ehhez az eszközhöz, és az mindent önállóan fog megoldani, az pedig a teljesen autonóm. Az összes robot valamelyik pontján helyezkedik el ennek a skálának. Ez érthető módon egyébként majd az árában is realizálódik, hiszen a távirányítás a legolcsóbb, és a teljesen autonóm lesz a legeslegdrágább. Egy kicsit kategorizálva ezeket az eszközöket, amelyeket mi ma robotnak hívunk, és hát elég elnemítelhető módon majd meglátják, rengeteg mindent robotnak hívunk, anélkül, hogy ezt igazából tudatosan és hasznosan és jól vagy korrektül tennénk. Ez alapján ugye a robotok lehetnek majd mobilak vagy állandó beépítésűek. Lehetnek a működési környezetük szerint földi, légi robotok, tehát pilóta nélküli repülőgépek, rakéták, víz alatti robotok, vagy autonóm szenzorok, és ez is majd egy fajta vita tárgya egyébként a tudományos közéletben. A működési módjuk szerint lehetnek távirányítottak, mint ahogy mondtam, ez a legegyszerűbb, a félautonóm, illetve az autonómok. Az autonóm a teljesen önállóan irányított, tehát az önmagát irányító és az önmagát vezérlő. A félautonóm pedig azt jelenti, hogy az ember benne van a folyamatban, beleavatkozik, időnként korrigálja ezt a feladatot. Vagy a működés egy szakaszán az ember irányítja, utána pedig már a gép, aztán megint az ember. Hát ilyenekre is látunk majd példát. És akkor nézzünk néhány polgári célú földi robotot, és most jó néhány tíz évet ugrottunk, és ma ugye sokunk autójához szinte alig nyúl ember, és ipari robotok építették, ők hegesztették, festették, fúrták a motort, és mindent ők csináltak. Az űrkutatásban, ugye ezen a képen is egy olyan segéd személy látható, amelyik a nemzetközi űrállomáson az űrhajósok támogatására készült, de van ennek japán beszélgető robot változatától kezdve az orosz megfelelőjéig mindenféle változata már, és ezek egymás után az nemzetközi űrállomáson a gyakorlatban is megállták a helyüket.
Az egyik legszélesebb projekt ma ugye a vezető nélküli jármű. Ez is az elektronika, az automatizáció, a robotika egyik óriási eredménye, és biztos vagyok benne, hogy egyfajta megállíthatatlan folyamat tanúi vagyunk, és néhány tízezer forintért bárki szert tehet ilyen háztartási robotra is, amely mondjuk kellő precizitással összesöpri a padlót. A polgári célú robotok között igen jelentős a mesterséges intelligencia kutatás. Elsősorban ugye mindig Japánt, az Egyesült Államokat említik, a japán előregedő társadalom okán a támogató humanoidokat emlegetik ebben az olvasatban, de számtalan modellt, számtalan aranyos figurát hoztak létre a játékipar erre érzékeny vezetői, hiszen óriási kereskedelmi potenciális van ezekben a játékokban, ugye ott a Lego Mindstorm robotját, vagy ezt a robotkutyát nem kell, azt hiszem, bemutatni. De megjelentek az orvosi robotok, a távorvoslás, a távoperációk. Ma az Egyesült Államokban évente több száz műtétet végeznek el robotok, rendkívüli precizitással és rendkívüli eredményességgel, hatékonysággal, és a feljegyzések szerint óriási potenciál van a robotok orvosi alkalmazásában. Az orvos diagnosztikai alkalmazásában már korábban voltak ilyen eredmények, hiszen ott a felvételek elemzése, a fáradhatatlan, éjt-nappallá tévő lelet készítés, ez tipikusan a robotokra bízható, illetve ezekre a szerkezetekre bízható, és most akkor még időnként nem is használnám a robot kifejezést. A jobb felső képen egy szállító robot látható, a Swisslog cég a Honvéd Kórház logisztikai feladatait ellátó robotrendszert telepített jó néhány évvel ezelőtt. Ez is egyfajtája az ilyen polgári célú alkalmazásoknak. Az idegenbolygó kutatásról beszéltem, és a jobb alsó képen az úgynevezett szoftver robotok, nem találtam jobb képet rá, hiszen ez aztán végképp megfoghatatlan, ezek testtelen programok, amelyek ma mindnyájunk okostelefonjában, mindnyájunk számítógépében, a keresőgépekben, a különböző informatikai alkalmazásokban fáradhatatlanul dolgoznak. Most akár jó, akár rossz célból, mondhatnánk azt is, hogy a legutóbbi nagy informatikai támadásban is jelentős mértékben ugye robotizált, illetve hát emberi felügyelet nélkül működő folyamatok tették a dolgukat. Katonai célból ugye a katona életének megóvása az első és legfontosabb feladat, tehát a tűzszerész, aknamentesítő, a robbanótesteket megsemmisítő feladatokra konstruált eszközök láthatók ezen a képen, de úgynevezett kamikáze eszközöket már a II. Világháború idején fejlesztettek, amelyek szintén rádiótávirányítással vagy húzalos távirányítással működtek. Objektumőrzésre, ugye ez is a hosszú, unalmas, fárasztó, ember számára kimerítő feladatokat ellátó gépek. És a logisztika, a teherhordás, az egyre nagyobb méretű személyi felszerelések szállítása is egy olyan komoly kutatási irány, amely ezeket az eszközöket előtérbe helyezi. Ma ugye olyan videókat lehet látni, ahol mennek a katonák, és ezek mennek utánuk, tehát nem kell velük foglalkozni, követik őket, és szorgosan szállítják utánuk a felszerelést. Vagy éppen kiszállítanak egy sebesültet egy adott övezetből. A légirobotokról, és itt ugye a pilóta nélküli repülőgépekről ebben az előadás sorozatban már többször esett szó, ugye Palik Mátyással ezredes úr is önálló előadásában tartott erről a témáról
egy jóval részletesebb ismertetőt, de ide tartoznak azok a felderítő, csapásmérő, pilóta nélküli repülő eszközök, amelyek célja a kiválasztott ellenséges célok megsemmisítése. A vízirobotok őrzésvédelmi, kutató, mentő, felderítő, csapásmérő és egyéb más feladatokra víz alatti körülmények között kerültek kifejlesztésre. És akkor most eljutottunk egy olyan pontig, amikor egy neves személyiséget, Isaac Asimovot szeretném megemlíteni, aki az Én és a Robot című művében megfogalmazott három, majd aztán ezt kicsit kiegészítették egy negyedikkel vagy egy nulladikkal, megfogalmazott három alapszabályt, és ezt Asimov abból az alapállásból tette, hogy ő abszolút pozitív módon állt a robotokhoz, és emberbaráti oldalról közelítette meg a témát. Tehát például leírta, hogy a robotnak nem szabad kárt okoznia az emberben, vagy tűrnie, hogy bármely emberi lény kárt szenvedjen. És itt jön az az ellentmondás, amikor fegyveres robotokról beszélünk, robot repülőgépekről, rakétákról, önálló célt kiválasztó berendezésekről, és ezeket is még robotnak nevezzük. Azon túl, hogy a konyhai robot megnevezés sem jó, de én nem gondolom, hogy 7 milliárd emberről le lehet beszélni már ennek a szóhasználatnak a napi alkalmazását, de végül is, ha most csak pusztán Asimov robot törvényeire hivatkozunk, akkor azt azért meg kell állapítanunk, hogy legalább a fegyveres alkalmazásokban bizony a robotok alkalmazásának komoly aggályai vannak. Az első ilyen komoly aggály az, hogy, és ezt nem csak emberjogi harcosok, katonák, tudósok vetették föl, hogy ki vagy mi dönti el azt, hogy majd a fegyveres robot lőjön. Számtalan olyan eszközt látunk itt, amelyek képesek a célt önállóan felderíteni, bizonyos programozói kritériumok alapján kiválasztani, és arra csapást mérni. Ez egy olyan aggály, amivel egyébként, majd mindjárt bemutatom, hogy komoly nemzetközi szinten is foglalkoznak. Vagyis etikai szempontból én azt mondom, hogy ma a robotoknak nevezett gépek, ezek távirányított vagy autonóm szerkezetek, autonóm fegyverek, de Asimovi értelemben nem robotok. És ezt a gondolatomat, hogy így mondjam, megerősítette az, hogy nemzetközi szinten, illetve engem vagy ezt a rögeszmémet, hogy így mondjam, megerősített az a nemzetközi kezdeményezés, amelyet először a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Nemzetközi Bizottsága hozott fel, és egy nemzetközi konferenciát hívtak össze a humanitárius jog és napjaink fegyveres konfliktusainak kihívása jelentésben, amely egyértelműen arról szól, hogy a helyi háborúkban alkalmazott dróncsapások etikailag, hadijogilag mennyire felelnek meg a hadviselés szabályainak. Mondhatnánk persze azt is, hogy az útszéli alkalmi robbanóeszközök sem felelnek meg a hadviselés lovagias szabályainak, azonban az ENSZ például nem véletlenül kiküldött egy vizsgáló bizottságot a pakisztáni, az afganisztáni dróncsapások és az Egyesült Államok drónháborúnak nevezett hadviselési formájának a kivizsgálására, hiszen emberjogi szervezetek komolyan felvetették ennek a létjogosultságát. Természetesen az eszközök tárháza a terrorizmus elleni harcban ugye mindig az alkalmazott technológia adott legmagasabb szintjén valósul meg, mert ha nincsenek más eszközök, akkor ezekhez fognak nyúlni. 2014-ben, illetve 2015-ben Genben egy szakértői találkozót hívtak össze, és itt felhívnám a figyelmüket a címre,
autonóm fegyverrendszerek, műszaki, katonai, jogi, humanitárius szempontok című konferenciára, és a másik konferenciának a halálos hatású autonóm fegyverrendszerek volt a témája. Tehát nem a robotok, hanem a halálos hatású autonóm fegyverek korlátozása. A robot szót az én legnagyobb örömömre valóban ebben az egész konferenciában, az egész kiadványában egyetlen egyszer sem írta le senki, azonban ezek továbbra is problémát okoznak, tehát az, hogy a gép most akármilyen kritériumrendszer alapján, és ezt nevezhetjük számítógépes programnak, valamilyen iniciáló szerkezetnek, vagy mesterséges intelligenciának, a gép ne dönthessen az ember nélkül, mert ennek komoly problémái vannak. A konferenciák főbb eredményei, hát az első ilyen eredmény, hogy mit is nevezzünk ezen fegyvereknek, ugye ez a halálos hatású autonóm fegyverrendszerek definíciója, hát ezen is napokat elvitatkoztak, és tulajdonképpen ennek nincs egységes megfogalmazása, hiszen minden ország, vagy minden részes ország érdekeinek megfelelően próbálta ezt a fogalmat alkotni. Ez a szervezet volt egyébként az, amelyik a taposóaknákat is betiltotta. Tehát ez egy komoly nemzetközi fegyverzetkorlátozási eredményekre is jutó nemzetközi szervezet. Elkülönültek az országok, amelyek egyértelműen tiltakoztak, majd más országok, amelyek hát kevésbé tiltakoztak, vagy próbálták mederben tartani ezen eszközök alkalmazását. A mesterséges intelligencia problémája is felmerült, azonban kiderült a konferenciákon, hogy nem értik a különbséget az automatizáció, az automata, az autonóm automata fegyver és a mesterséges intelligencia között. Ebben számos ellentmondásba keveredtek, és aztán ebből ugye jó viták alakulnak ki. Az Egyesült Királyság ugye elvetette azt, hogy önállóan gondolkodó fegyverek konstruálásának egyáltalán a gondolata is teljesen értelmetlen és felesleges. Egyébként az Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak van ezekre az autonóm fegyverekre vonatkozó koncepciója, amelyet ezeken a konferenciákon ki is fejtettek. Más országok tulajdonképpen ebben az olvasatban nem tartanak még tulajdonképpen így sem. A másik oldalról ugye felmerül az etikai, hadijogi és nem utolsó sorban az alkalmazott eszközök alkalmazásával, annak a felelősségével kapcsolatos kérdés, tehát az, hogy egyáltalán a büntető vagy polgári jogi szempontból vagy hadijogi szempontból ki a felelős ezen eszközök alkalmazásáért. Az, aki konstruálta, a gyártó, a programozó, az alkalmazó parancsnok, annak az országnak a hadügyminisztériuma, vagy ki lesz a felelős azért, ha ebből valami egyébként komoly tragédia történik. És én azt gondolom, hogy ez egy elég elkésett vita. Azért is elkésett vita, mert a következő néhány kockán mutatok néhány fegyverrendszert, amely abszolút alkalmas autonóm működésre. Tehát a célok felderítésére, kategorizálására, a veszélyesnek ítélt célok kiválasztására, a fegyverek élesítésére és autonóm leküzdésére, mindenféle emberi beavatkozás nélkül. Ilyen az Aegis fegyverrendszer, tehát ez a Nemzeti Rakétavédelmi Rendszer rakétahordozó hajója látható például ezen a képen. A Patriot légvédelmi rakétarendszer ugye sok forrásból ismert. A Phalanx hajófedélzeti automatikus rakétáktól védő rendszer. Teljesen jól érthető, hogy a katona, a hajós, a tengerész, hogy így mondjam, nem képes felderíteni időben, nem képes olyan gyorsasággal fegyvert alkalmazni, amilyen gyorsasággal ma erre szükség van, ezért ezt egy gépre bízták, és ez a gép végre fogja hajtani ezt a feladatot.
Rheinmetall légvédelmi rendszere hasonló autonomitással bír. Vagy az a koreai határőr eszköz, amelyről több videó is talált az interneten, hangjelzésekkel vagy hangfelszólításokkal szólítja fel a megfelelő cselekvésekre a szemben álló embert, és utána eldönti, hogy alkalmaz-e fegyvert vagy nem. Csak ugye ez az ember nem biztos, hogy van abban a helyzetben, hogy ezeket végrehajtsa, pláne, hogy ezt mondjuk ékes koreai nyelven teszi, tehát nem is értheti, hogy mit várnak el tőle. És technológiailag egyébként teljesen kiforrott, precíz, rendkívül pontos, és mindenféle jó tulajdonság elmondható róla, csak hadijogilag ugye erősen kétséges. És Palik Matyi barátom is biztosan mutatott csapásmérő pilóta nélküli repülőgépeket, olyan anyahajóra leszálló, onnan felszálló és visszatérő repülőgépeket, amelyek emberi beavatkozás nélkül hajtják végre a feladatukat. Ebben egy emberi láncszemet azért szoktak említeni, például a Predatoroknál vagy a Reapernél, amely 10 000 kilométer távolságból egy védett vezetési pontról kerül végül is bevetésre, fegyveralkalmazásra, hogy a fegyveralkalmazásra szóló parancsot azt mindig ember adja ki. Hát legyen is így, hogy mindig ember adja ki. Rendkívül sok problémája van egyébként az ott ülő embernek is, mentálisan, pszichésen is azzal, hogy ő nem abban a környezetben van, nem éli át azt a szembenállást az ellenséggel, és egyfajta hát, tévéjátékká silányul tulajdonképpen az ő hadviselése, és ez nem egyébként mentálisan is roppant rossz hatással van a katonákra. És hát vannak úgynevezett intelligens lőszerek, amelyek a kilövés után önállóan választanak célokat, és önállóan semmisítik azokat meg. Tehát ez a vita, ez alapján egy kicsit elkésett. Tehát ezen fegyverrendszerek betiltása, hát nem azt mondom, hogy hasonlóan egyszerű lesz, mint a taposóaknál ki, de azért azok mégiscsak kisebb kaliberű és jelentőségű rendszerek, mint akár ezek voltak. És akkor erről a témáról egy picit átváltva, gondolom ezt az urat nagyon sokan ismerik. Őt úgy hívják, hogy Alan Turing, aki az utóbbi évtizedben nyilvánosságra került II. Világháborús titkosítás alól felszabadított dokumentumok alapján, ugye ma már közismert módon a német Enigma kódológép feltörésében, megfejtésében és ennek a matematikai apparátusának a kidolgozásában elsődleges szerepet játszott, és ő volt az, aki megalkotta az informatika algoritmikus megközelítését, a programtárolás, az adattárolásnak azt a sorrendi megvalósítását, amely tulajdonképpen az algoritmusok alapjait fektette le, ezt ugye Turing-gépnek nevezzük, és nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy véges számú lépésre felbontva egy problémát, az véges idő alatt meg is oldható az ő általa elgondolt gépezet segítségével, és ő volt az, aki már a gondolkodó gépben álmodott a 30-as évek közepén, amikor még igazából még a probléma sem volt előtte ismert, amit meg kell majd oldani. A 30-as évek végén, a 40-es években rengeteg számításon dolgoztak egyébként, amik a legnagyobb részében tüzérségi lőelem számítás volt valami oknál fogva. Erre volt a legnagyobb matematikai igény, de Turing ezen az algoritmikus gondolkozáson túllépve akkor már azon a gondolkodó gépen törte a fejét, amely nem egy adott bejövő inputra, egy adott algoritmus lefuttatása után egy adott választ fog adni, és ezt akárhányszor képes ugyanígy megismételni, hanem ő egy tanulógépben gondolkodott, abban az öntanuló rendszerben, amely majd később az emberi elméhez hasonlatos tevékenységekre lesz alkalmas. És erre meg is alkotott egyfajta kritériumrendszert, a Turing-tesztet, amely tulajdonképpen azt jelenti, így leegyszerűsítve, hogyha egy ember egy számítógéppel kommunikál, és az
a résztvevő emberek körülbelül 30%-a azt mondja a számítógépre, hogy ez egy ember, tehát a vonal másik végén egy emberrel kommunikál, megfelelő idő eltelte után, akkor azt mondhatjuk rá, hogy ez a gép átment a Turing-teszten. A történelemben eddig egyetlen egy ilyen gépet jegyeztek fel az elmúlt évben, hogy ez pontosan miért volt 12 éves és miért pont ukrán kisfiú, nem tudom, de egy 12 éves ukrán kisfiút megszemélyesítő számítógépes program átment a Turing-teszten, és a tudományos közélet ezt elfogadta. Tehát van ma olyan számítógép, amely tudta ezt teljesíteni, és majd mindjárt meglátjuk, hogy vannak ennél talán még okosabbak is, csak más feladatra. És akkor néhány irodalmi és filmes témafelvetést ígértem, amely ugye a Padányi tábornok úr azt mondta, hogy ó, ezek a sci-fi, ezeket szeretjük. Hát még nem is tudták, hogy ők sci-fit írnak, amikor 1818-ban Mary Shelley leírja egy ilyen pályázatra, egy irodalmi pályázatra a Frankenstein, a Modern Prometheus című irodalmi alkotását, kisregényét, amely, és itt ismét ugye az ember teremt egy lényt, amely életre kell, ugye ebben a regényben halott emberek szerveiből összebarkácsolva, majd az akkor még csodálatos elektromosság segítségével életre keltve, az ember alkotott egy lényt. Hát abban az időben ez is megfelelően vérlázítónak számíthatott, és ennek a regénynek, vagy ennek a későbbi filmadaptációknak is ugye az a vége, hogy ezt az emberiség megsemmisíti, ezt a lényt, mert egyrészt ugye ez a lény nem értve a külvilág jelenségei gyilkol, és ez elviselhetetlen, és ezért ezt is megsemmisíti. Ugye a következő ilyen témafelvetés volt Csapek Rosszum univerzális robotjai című színdarabja, amelyről már röviden beszéltem, és hát itt van kedvencünk a Csillagok háborúja, aminek a robotika szempontjából most azt mondanám, hogy a jópofa aranyos, mindenki számára szimpatikus oldalát mutató kis robotokról van szó, azokról a furcsa lényekről és egyéb más ilyen cupákokról, amelyek a filmben még szerepelnek, hát igazából sok mindent nem tudunk, de itt számunkra ezek a pozitív, támogató, ugye ezek is kommunikációs robotok, ezeknek a megjelenése, ez egyfajta ilyen jó kis emberi segítőtárs a történetek során. Azonban tovább gondolták ezt a kérdést a robotok, illetve hát a mesterséges lények és az ember kapcsolatát, és Isaac Asimov regényéből filmre vitték ugye az Én a robot című történetet, amely az Asimovi robottörvények alapján megkonstruált embert segítő háztartási, kommunikációs, szociális munkást testesítette meg, és megint megjelent az ember, a rossz ember, aki ezt valami rosszra, valami hatalom megszerzésre akarja használni. Megsértették ugye a robottörvényeket, és ez vezetett ott is majdnem katasztrófához. De nagyon érdekes, és akit komolyabban érdekel ez a téma, az ember és a robot, az értelemmel, a már emocionális kapcsolattal, az ember és a robot között, a robot kisfiú és a családja között kialakult viszonnyal kapcsolatos témafelvetés, annak is ajánlanám a figyelmébe ezt a Mesterséges Értelem című filmet. Spielberg rendezte, úgyhogy azt gondolom, hogy nem kell tovább ecsetelnem. A 200 éves ember egy fantasztikus, megint csak a családba, a szociális környezetbe, a társadalomba való robotikai beilleszkedésnek a problémáját feszegeti, és ugye az, hogy a robot válhat-e végül emberre, hiszen minden tulajdonságával rendelkezik, majd ez egyfajta törvényi keretek közé is kerül, úgyhogy aki
egy valóban mély értelmű és érzelmű filmet kíván látni ebben a témában, annak ezt nagyon tudom ajánlani Robin Williams-szel a főszerepben. A legutóbbi Oscar-díj átadáson is Oscar-díjat nyert az Ex Machina. Ez tipikusan a Turing-tesztre épült, és egy négy szereplős darab a Turing-teszt lényegével, a mélységével foglalkozik, nem akarnám lelőni előre a poént, tehát a mesterségesen létrehozott értelem és a létrehozói, vagy az azt tesztelő fiatalember viszonyáról szól. Megint csak a család, a családban élő, a szociális környezetünkbe beilleszkedni kívánó humanoidok, tehát emberszabású és mentalitásában, mozdulataiban, tevékenységében már azt mondanám, hogy a csúcsra érő figurákat megtestesítő sorozat volt a tévében is, adták a Humans, ami megint egy olyan problémát vetett fel, ami az emberi elme és a számítógépek, az elme tartalmának a befolyásolása, és ennek a jóra vagy rosszra használata tekintetében merült fel. És hogy merre tart a világ? Ugye itt láthatók ezek mondjuk csak a pilóta nélkül repülőgépek. Nincs megállás. Nincs megállás. Hiába vannak kockázatok, hiába vannak problémák. Rendezni fogják őket törvényi úton, mindenféle más úton, rengeteg hasznos dolgot tudnak, embert fognak menteni, szállítanak, filmet készítenek, de közben veszélyeztetik a légiforgalmat, közben veszélyeztetik az emberi életet, közben merényletek elkövetésére alkalmasak. Tehát tulajdonképpen megint egy olyan széles eszközcsaládot sikerült az emberi elmének kifejleszteni, amely jóra is és rosszra is használható. Ma azt mondom, abszolút autonóm módon képesek a világ bármely pontján bármit végrehajtani. Csak idő, pénz, energia, konstrukció kérdése az egész. Ennek tudatában kell a törvényeket, a védelmi intézkedéseket és minden egyebet megtenni. És hogy merre tart a világ? 1997-ben az akkori világbajnokot, Garry Kasparov volt a Deep Blue, az IBM által konstruált nagy számítógép, amely három ruhás szekrény nagyságú számítógép volt, legyőzte. Ugye azt mondták, hogy az emberi elme egyik legnagyobb eredménye a konstruktív gondolkodása, az előrelátás, a 8-10 lépéssel előre gondolkodás a sakkban, és a sakk az egyik olyan mérőpont, amely az emberi elmét majd képes lesz a gépi elmével összemérni, és ugye 97-ben Kasparov elismerve a gép, hát nem azt mondom, hogy felsőbbrendűségét, de eredményességét meghajolt a gép előtt. Később, 2011-ben az Egyesült Államokban egy Jeopardy nevű tévés műveltségi vetélkedőben az egyik játékos egy számítógép volt. Ott dobták fel a kérdéseket, időre kellett, a számítógépet Watsonnak hívták, és az egész internet a rendelkezésére állt. Tehát olyan tudásbázissal, tehát neki kapcsolata volt, az, hogy mit hol, hogy talál meg, az egy másik kérdés, és megnyerte az $1 millió végdíjazású játékot a gép. És ugye, amióta ezt az előadást promotálni kezdték az egyetem honlapján, és a mai előadásunk között eltelt rövid időn belül történt egy olyan esemény, amely még ennél is szerintem jelentősebb. A Google DeepMind számítógépe, az AlphaGo legyőzte a Go világbajnokot, Lee Sedolt, 5 játszmában, 4-1 arányban. Az egy elvesztett játszmában is leírták, hogy a gép tévedett egy lépésnél, majd észrevette és elkezdett rá korrigálni, de már nem tudta visszahozni a játszmát. Ezeket meg lehet egyébként nézni, akinek van hozzá türelme, az interneten ilyen 4,5-5 órás videók formájában az egész játszma fönn van, mind az 5 darab. Tehát akinek sok ideje van, az ezt végig követheti, hogy mit lép a gép és mit lép Lee Sedol. Tehát itt tartunk ma mesterséges intelligencia kutatásban. És a
talán a mindenkit leginkább érintő vagy érdeklő mesterséges intelligencia alkalmazás lesz a jármű, a vezető nélküli jármű, és ugye itt a mesterséges intelligencia végül is attól válik magasabb rendű alkalmazássá, mint a számítógép, mert nem az a lényege, hogy mögötte ott az egész internet tudása, hanem az a lényege, hogy a külvilággal való kapcsolatában a saját működését a külvilághoz képes igazítani, és ezt nagyon gyorsan teszi, ugye most már az autóközlekedéshez szükséges sebességgel is tudja tenni. Sőt, megalkották, néhány nappal ezelőtti hír volt, a robot versenyautót, amely ilyen Forma 1 kategóriába, én talán ternék rá egy 20-ast most itt, hogy 5 éven belül megjelenik a pályán az emberek között is. Úgy, ahogy 2020-valahányra a robot foci világbajnokságban egy robot csapat indítását is jósolták robot tervezők, akik fel fognak sétálni a pályára, ugyanúgy 11-en, kezet fognak a játékosokkal, és focizni fognak a labdarúgó világbajnokságon. Úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ma már eljutottunk odáig, hogy ne csodálkozzunk semmin, azonban van néhány probléma, amivel azért szembe kell néznünk. Az egyik, hogy ezek a rendszerek ugye egyre nagyobbak, egyre robosztusabbak, egyre nagyobb feladatkört látnak el, és ez okán egyre sérülékenyebbé válunk. Tehát amikor már egyre nagyobb mértékben támaszkodunk rájuk, az ő tudásukra, az ő információ mennyiségükre, az ő felületeikre, akkor ennek a hiánya, ha ebben a rendszerben valami zavar támad, az nagyon komoly mértékben fog ránk is visszahatni. És most nem akarnék a napi politikai vagy a napi kiber eseményekkel részletesebben foglalkozni, hiszen az időm is lassan lejár. Egyre több adat kerül egybe, és ez most már egyre aggasztóbbá válik. Ugye többen a nagy keresőgépeket, a levelező rendszereket, a titkos szolgálatokat és ezek tevékenységét szokták emlegetni, a nagy testvér effektust, tehát minden olyan szerkezet, amely így hálózatba kerül, arra is alkalmas, hogy akár érdekünkben védelmi célokra, de arra is alkalmas, hogy akár ellenünk támadó célra felhasználják ezeket. A szociális kihatásai közül ugye a leghangosabbak manapság azok, akik azt a hatást emlegetik, hogy a robotok el fogják venni, a gyártó robotok ugye el fogják venni az emberek munkahelyét. Tehát a takarító robot okán itt a folyosón már nem fog kelleni a takarító személyzet, az autógyárak munkásai már régen az utcán vannak, és más munkahelyet kell keresni, és elképzelhető, hogy az új luditák megjelennek, ugye a luditák voltak azok, akik az 1800-as években a géprombolással megpróbálták, ugye a könnyűiparba behozott szövőgépek okozta munkahelyvesztést a géprombolás útján ellensúlyozni, hát látjuk, nem túl sok sikerrel hosszú távon. Egyre nagyobb a technológiai szakadék, tehát az a fiatal generáció, aki ebben nő, az egy bizonyos fokig ebben a húzatban benne van, de ők is egy idő után ebben be fognak lassulni, és az egyszerű alkalmazó szintjén megállnak, de már a rendszert átlátó, a programozó tudását nem fogja elérni, tehát a társadalomnak az egészen elenyésző része lesz ennek a magas tudásnak a birtokában, és egyre kevesebbek kiváltsága lesz ez. Ez fogja egyébként majd azt is okozni, hogy ma ugye azt mondják, hogy az első osztályba beiratott gyerekeknek a 90%-ának olyan munkája lesz, aminek a nevét ma még nem is tudjuk. Tehát olyan szintű átalakulások várhatók azért a társadalomban ma is. És ha nem sikerül garantálni ezt a működési biztonságot, a
Nem beszéltem itt ugye a rendszerek rendszeréről, a mindennek van IP címe, a minden porszemnek a világon adható IP cím, tehát az összes eszközünk hálózatba fog kapcsolódni, és ezek mind-mind egy nagy intelligens felügyelet alatt fogják biztosítani a kedvező létfeltételeinket a munkahelyünkön, otthon és mindenhol, és ha ezt meg fogják tudni támadni, és mindig lesznek támadók, ebbe biztosak lehetünk, akkor ennek a veszélye ezt a piacon egyszerűen tönkre fogja tenni, tehát hiába lesznek intelligens berendezéseink, a jó értelembe véve, ha nem lesznek teljesen meggyőzően üzembiztosak, akkor senki nem fogja megvenni a táborról upgrade-elhető szoftverű autót, mert nem mer beleülni, mert nem fogja tudni, hogy éppen ma milyen program van, és lehet, hogy az egyik program javított a szoftverén, a másik meg éppen az ő életére tör egy rendszerbetörés okán. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog, mert egyrészt ugye ezt egy óriási nagy gazdasági piac tolja, de ha nem lesz elég megbízható, a piac ezt nem fogja tolerálni. És az utolsó szó talán itt a szingularitás, amelyről ilyen vastag könyvben értekezett már tudományos közösség, tudományos kutatók tollából jelentek meg írások. A szingularitás azt a pontját jelenti tulajdonképpen tehát ennek a fejlődésnek, amikor ez a sok rendszerbe kapcsolt számítógép, hát most azt mondanám, nagy szavakat használva, hogy eléri azt a kritikus szintet, amikor az emberiség tudás halmazát meghaladva az emberiség fölött átveszi az irányítást. És az emberiség fölött átvéve az irányítást az ő folyamataitól el tudja már szakítani magát az létrehozó embert is, akkor az egy valóban katasztrófához vezet, úgy, ahogy ezt most néhány világhírű tudós, Stephen Hawking vagy Elon Musk meg is jósolták, hogy Stephen Hawking azt mondta, hogy az emberiség utolsó nagy találmánya a mesterséges intelligencia, amely ha elér arra a fokra, az el fogja pusztítani az emberiséget. Na most ez nagyon drasztikus megfogalmazás ennek, de értsük jól, tehát amikor túllép rajtunk az általunk létrehozott gép, akkor beszélünk ugye a szingularitásról, elérjük ezt a pontot, és akkor komoly problémáink lehetnek a magas intelligenciájú rendszerek együttműködésében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.